Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, boldog új évet kívánok mindenkinek. Újra elértünk az év végére, és még mindig itt vagytok, és rengetegen lettetek újak, és ennek következtében sok minden változott azért a csatornán, főleg így a YouTube körül változott sok minden, most, hogy ennyire érdekessé csinálta a Google a YouTube-ot, és ja, örülök, hogy halad a mi kis közösségünk, és úgy gondoltam, még mielőtt belevágnátok magatokat a kölyökpezsgőbe, mert ugye kölyökpezsgőt fogtok inni. Na, a lényeg, ami lényeg, még mielőtt detoxon ébrednétek elsőjén, és megkérdeznétek, hogy öcsém, az a Necrocrim, jöjjön egy ilyen kis összefoglaló videó arról, hogy úgy még változgattak, mert ehhez nektek is közötök van, ezt együtt csináltuk meg, nem is csinálnám, hogyha nem érezném a támogatásotokat gyakorlatilag, úgyhogy jöjjön néhány statisztika, jöjjön néhány dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmeteket, főleg az újaknak, akik újak csatlakoznak hozzánk, és szeretnének részt venni a mi kis közösségünkbe, úgyhogy, ja, beszélgessünk egy kicsit a számokról, mert az elmúlt időben azért egy érdekességet vettem észre a YouTube kapcsán, és mégpedig rettetően fura volt, hogy régenhez képest sokkal kevesebb komment jön, aztán elkezdtem belenézni az Analytics-be, hogy hol lehet ezen javítani, aztán egy meglepő adatra lettem figyelmes, és akkor már úgy minden világossá vált, hogy miért történik az, hogy gyakorlatilag elhalogatnak a kommentek, és egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, egy olyan dolgot, amit valahol mindig is szerettem volna elérni, és nagyon meglepődtem, amikor így észrevettem így a számokban, mert már rég nem bujkáltam én sem az Analytics-ba, csak úgy csinálgattam a videókat, és ja, hát akkor jön néhány érdekes adat, ja, hogy így mit változtak a YouTube-on keresztül. Nézzük azt, hogy az egy év alatt 1685-tel lettünk többen, úgyhogy ennyi a feliratkozóknak a változása gyakorlatilag, és ja, megtekintések által plusz 278.633, tehát az előzőhöz képest még ennyivel többen nézték meg a videót, ami szintén tök jó, mert ez kiadott valami 1.240.917 percet. Ja, még ezt is tudunk. De hogy 1685-tel lettünk többen, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és lapjában növekszünk, úgyhogy ja, ennek tök örülök. És most jön az a kulcsfontosságú dolog, ami előidézte azt, hogy végül is a videók alatt egyszerre csak így egyre kevesebb lett a komment, és ez pedig az azért van, mert radikálisan megváltozott a korosztály, aki nézi a videóimat. És mégpedig azt kell mondjam, hogy ezelőtt 2 évvel, tehát ugye a 13 és 17 évesek közé tehető nézőim több mint 50%-ban voltak jelen, tehát ilyen 60%-ban voltak jelen körülbelül a csatornámon, és úgy oszlott el a többi korcsoport, a 18-24, 25-30 és a 35-44, most úgy osztodlak el a többi 50%-ban, és meglepő dologra lettem figyelmes, mégpedig idén ez radikálisan változott, mert a 13 és 17 éves kor közé tehető nézőimben már csak 18%-ra tehetőek. 18-24 közé 41%, 25-34 közé 20% és 35-44 közé 12%, ami egy elképesztően jó dolog számomra. És itt jön ugye a kommentek dolga, hogy gyakorlatilag mi felnőttek keveset kommentelünk egy videó alá. Tehát így ritkán nyúlok oda a villentyűzethez és írok oda valami véleményt egy adott videóshoz. Úgyhogy ebből a szeszélyben egyáltalán nem zavar, és nagyon örülök neki, hogy egy idősebb korosztály elkezdett megnézni, sőt, annak is nagyon örülök, hogy ez eltolódott gyakorlatilag egy idősebb korosztály felé. Végül is a videóim nagy része azért inkább érettebb embereknek szól, hogy úgy mondjam. Természetesen ugye a 13-17 év között lévő gamerek is tökéletesen ki tudják venni belőle azt, amit ki lehet venni, sőt, olyan fiatal emberekkel játszom együtt, akik gyakorlatilag hihetetlen intelligenciáról tanúsítanak. Főleg akkor, amikor szeretnék, de
néha rájuk tör az őrület, és akkor úristen. Na jó van. Szóval ilyen kis apró dolgok lettek, úgyhogy nagyon örülök, és szépen lassan, de biztosan növekszünk, mert azt kell mondjam, hogy ez a YouTube dolog, ez már lassan szépen egybeolvad így a TNA-val, és erre is szeretnék kitérni, akkor már egy adott pontján ennek a videónak, és amit nagyon-nagyon figyelmetekbe szeretnék ajánlani, mert úgy gondolom, hogy az új érkezőknek egyrészt nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyenek, és úgy érzem, hogy valahogy ezt így kicsit jobban ki kell hangsúlyoznom, kicsit jobban ki kell reklámoznom. Valószínűleg azért, mert egy lusta ember vagyok, és nem sokszor szerettem megismételni magam, előfordul, de szeretem, hogy a feliratkozóim, vagy azok, akik elkezdik nézni a csatornáimat, azok nem csak egy videót néznek meg, hanem több videót néznek meg, egy kicsit jobban megismernek, és valóban fel akarnak rám iratkozni és követni a videómat, és hogyha kérnek is valamit, valami olyasmit kérnek, hogy úgy mondjam, tényleg érdemes megcsinálni, vagy olyasmi, amit ugye nem csináltam, és akkor meg fogom csinálni, és úgy érzem, hogy valahol így elhanyagoljátok ezt az oldalát a YouTube-nak, pedig egy nagyon fontos kulcsa végül is, és igazából az Analytics-ból is kijön az, hogy valahogy a nézők nem jutnak el odáig, hogy megnézzék az adott videósnak a csatorna oldalát. Szóval mindig ugye ajánlott videók alapján kerestek rá az adott videósra, vagy ajánlott videókat néztek meg, és sokszor rátaláltok egy-egy olyan videóra, ami tetszik, feliratkoztok, vagy rátaláltok olyan videóra, ami nem tetszik, azt jól leoltotok, amivel nincs is semmi gáz. De hogyha ugye feliratkoztok, akkor sok mindent kértek, amit az évek alatt már átmentem. Szóval így megcsináltam, vagy többször is megcsináltam, vagy már beszéltem róla többször is, és ezért én most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel így új évre szeretném az újaknak, az újonnan jövőknek, sőt még a régieknek is bemutatni a csatorna oldalamat. Ilyen szép. Ez még a karácsonyi ízlő dolog, azóta már biztos van új videó, mert ez a videó új év előtt készült kávé egy nappal. Úgyhogy, ez a csatorna oldal, és amiért lényeges, és nagyon sokan szoktatok kérni ilyen videót, olyan videót, azt el kell, hogy áruljam, hogy itt szinte mindent megtaláltok. Tehát főleg, hogy ilyen tip videókról van szó, akkor gyakorlatilag minden. Tehát amit én így 4 év alatt a videózásról, vagy így Call of Duty-ról össze lehetett mondani például, annak, tehát így gyakorlatilag minden benne van. Tehát ami egyszer csak eszembe jutott, Call of Duty tippek, vagy hogyan játszunk jobban, én azt igyekeztem elmondani, még hiányzik egy sorozat, és az pedig az 1v1 technikák, és az majd jönni fog mindenképpen, de ajánlom figyelmetekbe a gamerszociológiát, nagyon sok minden kiderül rólam, a gondolkodásmódomról, és azt, ahogy látom a dolgokat. Mindegyik évadot nagyon szívesen ajánlom, és az egyik legkomolyabb, azt kell, hogy mondjam, hogy a gamerszociológia szempontjából az a második évad, amit Call of Duty Ghosts keretein belül készítettem, és az azt hiszem, hogy ez nem csak rólam árul el sok mindent, de hát arról, hogy hogyan látom a világot, a dolgokat, és hogyan próbálom én elérni a céljaimat. Ezt nagyon ajánlom az újaknak, nagyon nagy szeretettel, és természetesen mindegyikük arról szól egy kicsit, hogy hogyan legyünk jobbak játékon belül is. És amint látjátok, Black Ops-tól egészen Call of Duty Warfare-ig megtalálhatjátok ezt a sorozatot, és számomra ez egy értékkel bír, ez a sorozat mindenképp, és ezt a sorozatot teszem felelőssé azért, hogy például az életkorosztály eltolódott, akik nézik a videóimat egy idősebb korosztály felé. Call of Duty Advanced Warfare, Code Ghost, itt tényleg nagyon a Code Ghost-nál olyan dolgokat beszélek, tapasztalatokat adok át játékkal kapcsolatban, amit például csak szinte magamnak tartottam meg egy ideig, és nagyon lényegesnek tartottam, hogy ezt például ne adjam ki, ne adjam el, mert ez egy olyan titok dolog volt, ami nagyon megdobta azt, hogy én valamikor nagyon-nagyon jó játékos legyek, és hogy ezekre figyeljek,
És például ugye ez a fegyvertípusok szentlépés, képernyő közepe egy nagyon fontos videó, hangok, hangnélküliség, reakcióidő, tehát gyakorlatilag ezek mind, ez, például ez a három egy olyan videó, ami hihetetlen módon segített nekem, hogy annó egy tényleg nagyon jó játékos legyek, és jól menjek, akkor csak mostanra egy kicsit már meguntam, sajnálom. MV3, tehát olyan dolgokat árulok el itt is, ami egy kezdőtől tapasztaltabb játékosig gyakorlatilag mindenki megtalálja magát. Ezek még egy kicsit a kezdő videóim, de igazából a lényegi tartalom nagyon helyén van, azt kell, hogy mondjam, és ja, például ugye a versengésről, vagy vannak itt egy olyan támadó játék, defenzi játék, jó megoldások, és mögöttem, ezek mind olyan videók, ahol rengeteg technikát árulnak el, olyan technikákat, amit nagyon sokszor újra és újra kértek, azért mert lusták vagytok megnézni egy videót. Nana. Necrobot, itt nagyon sok minden kiderül rólam, elárulok dolgokat, Black Ops 2-ben is szintén rengeteg tipp elhangzik, és úgy általános ajánlom mindenkinek, Battlefield érthetően, Titanfall, van itt minden, és ezért is szeretnék egy fontos hangsúlyt helyezni arra, hogy ugorjatok el a csatornára magán, és gyakorlatilag ott megtaláltok rengeteg mindent, és hogyha tényleg akkor végignéztetek egy pár videót, kicsit megismertetek, és még mindig tetszik, amit csinálom, akkor iratkozzatok fel, mert hogyha másnaptól, tudjátok, feldobok egy videót, amit megnéztek, úristen, ez a nekrokrém, ez milyen hülye, és akkor már úgy nincs értelme, igaz? És ja, hol tartottam? TNA-val kapcsolatban lesz még majd videó, egy újabb üzenetet szeretnék majd a TNA-nak csinálni, és de addig is, aki szeretne csatlakozni a TNA-ba, annak nagyon egyszerűen minden információ elérhető, ha például megtalálod egy videómat, tegyük fel ezt, és lemész a leírásba, tehát még egyszer mondom, tehát itt van a leírás, valahogy ezt így elfelejtitek, tudom, hogy sokan vannak, de néha a legegyértelműbb dolgok mellett megyünk el, és rákattintasz a leírásra, olcsó játékok, ezt érdemes megnézni. Itt megtalálod néhány videómat, amit én úgy gondolom, hogy jók és értékesek, és többet megtudhatsz rólam. Necro Army-hoz való csatlakozás, BF3, BF4, Steam. Steam-en lehet csatlakozni, mert nincs határa, de az az igazság, hogy BF4-nél például nagyon sokan jelentkeztek, már örülök neki. Még egy dolgot ide ki kell tegyek, azt hiszem, a videókhoz, a TS-t. És mert azt is valahogy nem találjátok meg, de BF4-hez is lehet jelentkezni, csak az a baj, hogy BF4-nél csak akkor tudunk titeket bevenni, hogyha a hely válik üressé, kicsit nagy túl jelentkezés. Akinek megvan a BF3, nyugodtan csatlakozhat a BF3 Platoonhoz, Steam Platoonhoz pedig korlátlanul lehet csatlakozni. Ez mi? Azért is van, mert hogy kérem, aki szeretne velem játszani, ez egy útja annak, hogy játszunk. Bejelöltök Steam-en, nagyon örülök neki, de nem foglak titeket visszaélni. A Steam-et megtartom egy kicsit kisebb közösségnek, a barátaimnak. Ez azért van, nem arrogancia, mert valaki azt mondta, hogy milyen arrogáns vagyok, hogy ő bejelölt Steam-en, és én nem jelöltem vissza, és ez mindent elárul rólam. Azért nem jelölök vissza senki Steam-en, mert elkövettem azt a hibát, még fiatal videósként, amikor ilyen 1000-1500 feliratkozó volt, hogy mindenkit visszajelöltem. És amikor beültem 2 percre játszani, egyszerre három ember írt rám Steamen, és olyan vagyok, aki válaszol. Tehát idegesít, amikor bí 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 bejönnek sorra az üzenetek, és ez történt, és nem tudtam játszani gyakorlatilag egy 20 percet nyugodtan, de hál' Istennek az emberek egy kicsit megszokták, meg én is tudtuk rajta, hogy most játszanék, vagy videót csinálnék, vagy valami. És akik most már ott vannak nekem a Steamen, a barátaim között, ők már tudják, hogy azért, hogy mi történik. Rám írnak, csatlakozhatok-e? Igen, persze, de nem folyamatosan írogatnak, hogy ez történt, az történt, amaz történt. Ami tök jó, csak nem akkor, amikor az ember szeretné egy kis tartalmi időt eltölteni egy játékkal, vagy valami. Úgyhogy azoknak, akik szeretnének velem játszani a Steamen, ott megtalálhatóak vagyunk, a TNA ott is ott van, lehet csatlakozni, és gyakorlatilag, na, be fog tölteni. És hogyha játszani szeretnél velem, nem fog betölteni, de majd betölt. Hogyha játszani szeretnétek velem, ne aggódjatok, él az a weboldal, szóval nyugodtan megtalálhatjátok.
ha játszani szeretnétek velem, akkor ez egy útja, ez egy módja. Rengeteg TNA-s BF4-en belül csak úgy fogja és utánam csatlakozik a játékba. Tök jó, nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy, sőt, be is írom most ide a izét. Nagyon-nagyon örülök, hogy csatlakoztok sokan a TNA-hoz, és nagyon örülök annak, amikor egy új arcot látok felcsatlakozni utánam BF4-be például játszom, és tudom, hogy már azért nagyon gyakran járogatnak fel sokan TS-re, és már nagyon sokan megszokott arcok, de amikor például látok egy új arcot, hogy ott van a szkadonban, ho-ho, te veled még nem játszottam, és ez tök jó dolog, és én nem félek szólni, hogy hé, figyelj, itt kéne egy kis segítség, vagy valami játékon belül, és jól esik, hogyha jöttök, akkor már helyből gyere föl TS-re, és TS IP címed egyébként megtaláljátok a Platoonban leírásként, és gyakorlatilag ezt még beírom. Hopp, vagy mégsem írom be. Úgyhogy ma semmi nem működik az internetemmel. Gyakorlatilag ez a Platoonban megtaláljátok leírásként gyakorlatilag mindent, amit tudni lehet TS3 IP cím. Látjátok, tehát ott csatlakoztok, sőt, azok, akik nem tagjai a TNA-nak, nyugodtan feljöhetnek TS-re, tehát nem fogunk senki arcát leharapni, és hogyha látjuk, hogy aktív, ott van velünk, játszik velünk, tehát most is lehet, hogy 21-en vártok jelentkezésre, és azért már fura fullon vagyunk. Szóval sajnálom, egyrészt azért bíztam meg azokat a bizonyos vezetőket, akiket megbíztam a TNA-n belül, mert én puha lelkű vagyok, tehát én nem szeretek senkit nagyon kidobálgatni, vagy megcsinálni, és ők egy szigorúbb arcok, nem ő. Ők szigorú arcok, jobban nézik az embereket, hogy kik játszanak, kik aktívak, kik, akik igazán úgy részei a közösségnek, nem rombolják ezt a közösséget, és annak alapján döntik azt, hogy ki távozik, és ki marad. Szóval megkérdeznek engem természetesen, de amikor egy többség az arról dönt, hogy valaki menjen, valaki nem, ott én már nem fogok semmit sem csinálni. És ja, ők azok, akik felelősek azért, hogy megmaradjon valahol a jó nevünk, a közösségünk és a jó kedv. Úgyhogy srácok, lehet csatlakozni. Ők, akik itt vártok, úristen, mindenkit nagyon szeretnék bevenni, sajnálom, hogy a Battle Log ilyen hülyére van megcsinálva, vagy hogy a Platoonok csak 200-ig vehetők föl, de hogyha feljöttök, megismerkedtek velünk, játszatok velünk, aktívak vagytok, akkor valószínűleg előrébb is fogunk venni titeket azon a listán. Igen, kivételezni fogunk veletek, mert látjuk, hogy részé vagytok a közösségnek, építitek, szeretnétek velünk játszani, akkor valószínűleg valaki olyan helyre bekerültök, aki kevésbé aktív. És itt a dolog lényege, hogy ha kevésbé vagy aktív, akkor át fogja venni a helyedet olyan, aki aktív. De ez csak BF3 és BF4 keretére. Igaz, BF3-nál még van hely természetesen, de BF4-nél tényleg egy olyan közösség alakul, aki aktív, eléggé aktív tud lenni, és játszik is, és terjed a hírünk, és ez egy jó dolog, és ezért van ez így. Tudom, hogy sok mindenkinek nem tetszik sokszor, de megvan az oka, amiért kikerültök, és én bízom a vezetőimben, így mondja. Tehát bízom ezekben a srácokban, jó döntésképességük, és mindegyiknek egy más egyénisége van, a komolytól egészen a őrültig, és annak alapján nagyon jó döntéseket szoktak hozni, úgyhogy ezt, szerintem ezzel ne is kötekedjetek nálam, miért kerültetek ki a TNA-ból. Ha megvan az oka, akkor úgy érzem, hogy megvan az oka, hogy tudják, hogy mit csinálnak. Nos, azt hiszem ennyi lett volna egy ilyen újévi videó dolog, valami. Ajánlom figyelmetekbe tényleg a csatornámat, újonnan jövök, és boldog új évet nektek, és találkozunk az új évben.
Addig meg. Hát ja, addig csekkoljátok le a Facebookot, mert majd hamarosan feltöltöm az újévi koncepciót, mi lesz a videók alatt az index kép, sőt, lesz egy intro is, de minden végre lesz egy intro a videóim előtt, tehát az is valami. És új index kép a YouTube videók előtt, stb. Stb. Szóval egy kicsit megújulunk minden évben eddig. Na, köszönöm a figyelmet, boldog új évet még egyszer, aztán hajrá a kölyökpezsgővel természetesen, mert kölyökpezsgő, ugye? Na, szevasztok!